A Traditions Budai Krisztián ütőhangszeres, instrumentális világzenével foglalkozó szólózenei projektje. A műsor gerincét Krisztián saját szerzeményei adják, de zenei tradíciókon alapulnak, például törzsi dobzenék, ceremóniazenék, a világ különböző tájairól származó ritmikák, zenei kultúrák és pszichedelikus dzsungeles megőrülések. Hát elsőként ez a karantén az elég érdekesen hatott rám. Talán azt is mondanám, hogy első körben így le is sokkolt, hogy mi lesz most, mi lesz ezek után. Főleg ott az elején nem lehetett semmit tudni, hogy nem is az, hogy mikor ér véget, hanem hogy úgy egyáltalán kevés volt az információ. És az első pár hétben szerintem én a legkevesebbet a saját művészetemmel foglalkoztam, mert egyébként van két óvodás gyerekünk, van egy feleségem, és leginkább velük a családdal foglalkoztam, úgyhogy ez picit később jelentkezett, hogy hát mégis jó lenne egy kicsit zenélni, egy kicsit gyakorolni, hogy tényleg ne essen ki minden a kezemből. Úgyhogy így, aztán a vége felé, ahogy jöttek ezek az oldások, én is már egyre inkább így, most tudom, ez elég közhelyesen hangzik, hogy égtem a vágytól, úgyhogy nem is ezt mondanám, hanem hogy már tényleg alig vártam azt a robbanást, amikor lehet menni egy kicsit a próbaterembe, vagy tényleg bárhová muzsikálni. Magánemberként hát így nagyon hullámzóan hatott rám ez az egész, mert egyrészt ott van a család, és akkor rájuk is szerettem volna vigyázni, hogy bárkinek, akár szülőknek vagy gyerekeknek szerettem volna, hogyha nem esik bajuk. Az elején kicsit ilyen hihetetlen volt az egész, kvázi a tévéből vagy a rádióból lehetett így, vagy internetes szájtokról értesülni, hogy mi van, és akkor ez rám is ilyen nagyon hullámzóan hatott. Tehát volt, amikor tényleg röhögve napokig otthon voltunk, aztán volt, amikor nagyon elég volt, mert nagyon-nagyon-nagyon bezártnak éreztem a lakást, mert hogy én voltam otthon a legtöbbször az óvóbácsi, meg közben online tanítottam a tanítványokat, és közben még ott néha a lopott időkben még próbáltam egy kicsit, nem tudom, zenélni az 5 percekbe, 10 percekbe, fél órákba, vagy mikor mi sikerült, úgyhogy hát ilyen nagyon hullámzó volt ez az egész, azt mondom. Miután úgy néz ki, hogy tényleg oldódnak fel ezek a különböző korlátozások, tanárként azt gondolom, hogy annyiból egyszerűbb dolgom van, hogy ott ugye ott van egy intézmény, ott van egy zeneiskola, egy művészeti iskola, Hajdúböszörményben, Debrecenben, és ott többen vagyunk, ott tulajdonképpen egy testület van, egy csoport, akikkel kitaláljuk a stratégiát. Ott nagyjából már meg is van, ugye hamarosan beiskolázás, tehát minden művészeti iskolában ez lesz, úgyhogy menjetek zenét tanulni, meg mindenféle művészeteket. Úgyhogy ott ez világos, szeretném a tanszakomat leginkább megtartani, vagy minél több mindenkit megtartani, nekik segíteni, hogy tudjanak gyakorolni, tudjanak ők is fejlődni. Sziasztok, Budai Krisztián vagyok Debrecenből, és ez a Traditions nevű produkció. Rengeteg ütőhangszerrel készültem erre az alkalomra is, mert hogy a produkció célja az nem csak a maga muzsikálás, hanem az ütőhangszerek minél szélesebb körben való megismertetése és megszerettetése. Az első nóta fog következni, az még egy régebbi kompozícióm, nagyjából 6 évvel ezelőtt kezdődött elíródni. Az Okráti címet viseli, és egy ilyen kis tengerpartos érzésről szól.
Hát ő volt az Okráté, és ezután a kis tengerparti kaland után engedjétek meg, hogy utazzunk tovább, és valahova egy közel-keleti, nagyon meleg, forró, kicsit sivatagos helyet képzeljetek magatok elé. Na jó, de azért legyen egy kis oázis. A következő kis szerzemény vagy kompozíció a Karapalli nevet kapta, vagy címet kapta. Egyébként egy pici török falucska, úgyhogy akár meg is lehetne találni. Szóval Karapalli.
No, hát nekem egy picit melegem lett, megmondom őszintén, de lehet, hogy csak azért, mert eléggé darbukáztam, hát ti is tegyétek azt. Robogunk tovább, egy kis közel-keleti kitérő után ismét az amerikai kontinens felé vesszük az irányt. Igaz, azt nem mondtam, az okrátét azt én valahova oda képzeltem el, tehát az első nótát azt valahova Közép-Amerikába képzelném. Ugye a másodiknál mondtam, most a harmadik az egy ilyen szamba stílusú kis móka lesz. Úgyhogy kicsit Brazília felé vesszük az irányt.
És akkor egy kis Brazília után egy kis őserdő, vagy valami nagyon-nagyon-nagyon sötét, sűrű erdőt képzeljétek el, de most nem azért sötét, mert nem is tudom, rossz dolgok történnek ott, bocs, hogyha ilyen hülyén fogalmazom, én inkább azt képzeltem el, hogy egy olyan sűrű erdőről szeretnék írni valami kis ütőhangszeres kompozíciót, ahol nagyon burjánzik a flóra és fauna, tehát kvázi még eléggé érintetlen. Úgyhogy valami ilyesmi erdőt képzeltek el, talán Magyarországon is van még ilyen. Erről szól a következő kis kompozíció, ami a Seis y Siete címet viseli, vagyis a 6 és a 9-ről szól. És ezután a kis erdős kaland vagy utazás után tulajdonképpen el is érkeztünk a mai Traditions-nek a végére. A befejező szám következik, amihez egy egész különleges dolgot választottam, vagy legalábbis számomra nagyon különleges. Az a címe, hogy Conga for Heads,
És annak idején egy, az nem titok, hogy tanítással is foglalkozom, vagy főleg tanítok, vagy időnként fej mellett a dolog, és egy, tulajdonképpen egy ilyen ütőórán pattant ki a fejemből, illetve a tanítványjal közösen ötöltük ki ennek az egésznek az alapját, ami egy ilyen kis, ha majd ütősök nézik, akkor értik, egy ilyen kis kézrendi kompozícióból indult ki az egész, és aztán valahogy így ez lett belőle. Úgyhogy a Conga for Heads-zel búcsúzom tőletek. Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy végre muzsikálhattam ezután a pandémia után, úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy legyen jól, érezze jól magát. Sziasztok, Budai Krisztián voltam Debrecenből.